Köszönjük minden kedves hallgatót, ez itt a Világnézet, és én Szabó József vagyok. Mai vendégünk Magyarics Tamás, az ELTE Emeritus professzora. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Mielőtt rátérünk mai adásunk témájára, arra kérnek minden kedves hallgatót, hogy iratkozzanak fel a Hit Rádió YouTube csatornájára, és ezzel segítsenek nekünk elérni a 100 000 feliratkozót. Ezek mellett nyomják be a csengőt, így értesülhetnek legfrissebb adásainkról. Most pedig vágjunk bele! 40 nap óta először adott interjút Kamala Harris, a demokraták alelnök jelöltje a CNN-nek. De nagyon sok amerikai, ahogy én láttam, így a közösségi oldalakon nincs megelégedve magával az interjúval. Először kezdjük az interjú tartalmával. Mi az, ami fontos volt, hogy elhangozzon ebbe az interjúba, illetve hogyan szerepelt az alelnök jelölt? Kamala Harrisnek ez volt az első interjúja egy nagyobb tévétársággal, és nyilvánvalóan egyrészt egy úgymond baráti tévéhez ment, a CNN-hez, ahol azért nem kell számítani arra, hogy nagyon kemény kérdéseket tesznek föl, és ez így is történt. A műsorvezető igaz, hogy egyszer-kétszer visszakérdezett, hogy ugye azt kérdezte, például azt, hogy mit csinálna az első napon, és amikor erre nem nagyon kapott választ, akkor azt minden további nélkül elfogadta, vagy pedig hát olyan dolgokra se kérdezett rá, és kérdezett vissza, amikor Kamala Harris hát nem teljesen azt mondta, ami az igazság, például a repesztéses gázkitermelésnél, hogy ő mellette van, holott hát ő abszolút kifejezetten 2019-ben leszögezte, hogy ellene van, és így tovább. És gyakorlatilag az interjú során nagyon hasonlított a helyzet ahhoz, ami a Demokrata Pártnak az országos konvencián történt, hogy túl sok konkrétum nem nagyon hangzott el. Tehát ami elhangzott az, hogy adókedvényből részesítenek részesítik gyerekes családokat, vagy hogy első lakásra segítenek embereket. Ezek nem teljesen új dolgok, többek között a republikánusok is ezt szorgalmazták. És ugyanakkor viszont olyan kérdésben, például a határkérdés, amiben azért bármennyire is próbálja Kamala Harris tagadni, ő volt végig meddig felelős a Biden kormányzatban ezért a portfólióért. Azt mondta, hogy hát a kemény, illetve hát a szigorú határvédelem mellett van, és hát nála jobban ezt senki nem tudja, mert ő, mint kaliforniai főügyész, és korábban San Francisco-i főügyész, harcolt a drogbárok és a illegális bevándorlók ellen, ami hát megint nem teljesen fedi a valóságot, mert kaliforniai hírhetten liberális, hogy úgy mondjam, például 2015-ben olyan törvényt fogadtak el, ami lehetővé teszi az illegális bevándorlóknak, hogy jogosítványt szerezzenek. Most pedig az, hogy már nincs Kamala Harris a kaliforniai kormányzatban, olyan törvényt fogadtak el, ami lehetővé teszi az illegális bevándorlóknak, hogy kölcsönzüssanak egész 150 000 dollár értékben. Tehát nagyon sok szempontból inkább egy ilyen felvezető interjú volt, nagyon komoly kérdések nem hangzottak el. Nagyon-nagyon hasonlított legalábbis szellemiségében ahhoz, amit annak idején még Joe Biden adott az ABC-nek, George Stephanopoulosnak. Most a CNN-nél Dana Bash megint csak nagyon kesztyűs kézzel bánt, nem csak Kamala Harris-szel, hanem Tim Walz-szal is. Hozzátenném azt, hogy úgy ez egy nagy interjú volt, de hát ahhoz képest Kamala Harris túl sokat nem beszélt. Igaz az is viszont, hogy az, hogy egy alelnök jelölttel együtt ül le egy elnök jelölt egy ilyen tévinterjú, az nem teljesen újszerű. Trump is megcsinált ez Mike Pence alelnök idején. És alapvetően az, hogy ez nem egy élő interjú volt, hanem akár, ahogy a republikánusok mondták, akár vághattak is belőle, ez mennyire megszokott? Igen, ez megint csak azt jelzi, hogy azért a demokraták
félnek attól, hogy egy éles helyzet van, akkor Kamala Harris nem a legjobban teljesít. Esetleg nincs abban a helyzetben, hogy minden kérdésre tudja pontosan a választ. Ha hinni lehet neki, akkor többek között ő nem nagyon vett részt döntéshozatali folyamatokban a Biden adminisztráció alatt, ami vagy igaz, vagy nem. Ez részben igaz lehet, mert valóban azért meglehetősen alacsony profilon tartották Kamala Harris-t az adminisztrációban. Másodszor pedig azért az, hogy az elnök nem vesz részt a döntéshozatali folyamatban, az inkább saját magának a súlyát minősíti. Viszont Kamala Harris egy olyan eléggé nehéz mutatványt próbál bemutatni, hogy megpróbálja a bizonyos mértékben elhatárolni magát az előző évektől, ugye ő évtizedről beszélt, és utána persze csak azt mondta, hogy a Trump évekre gondolt, de hozzá kell tenni azt, hogy a Biden adminisztráció nagyon népszerűtlen, sokkal magasabb az elutasítottsága, mint általában ilyenkor szokott lenni egy kormányzatnak, tehát egyrészt szabadulni próbál ettől az örökségtől, másodszor pedig azért szeretném bemutatni azt, hogy ő újat hoz. Persze felteszi az ember a kérdést, hogyha ő volt az elnök 4 éven keresztül, akkor mi újat tud, radikálisan újat fel tud mutatni, mint elnök adott esetben. Az embereknek belül 2/3 azt szeretné, hogy jelentős változások történjenek többek között a gazdaságpolitikában, és itt egy eléggé gyenge pontja van Kamala Harrisnek, hiszen ő volt az, aki a szenátus elnökeként átvitte többek között azokat a nagyszabású billió dolláros csomagokat, a Deficit Reduction Act és az Infrastructure Act-re gondolok, amelyek óriási mértékben megnövelték a kormányzati kiadásokat és az Egyesült Államoknak az eladósodását jelentős mértékben elősegítette, és hát ez egyszerűen egy hagyományos, úgymond demokrata baloldali politikát ígér, tehát adóemelések révén egy jelentős mértékű újraelosztást akar a társadalmon belül. Ugye ilyen kérdésekre azért nem volt szó, mert hát ezek olyan pontok, amik a választók többségének nem nagyon tettenének, főleg az adóemelésekről szóló hírek. Mégis azt látjuk, hogy bármennyire is arról beszélünk, hogy Kamala Harrisnek nem feltétlen pozitív teljesen a megítélése, hogy most már a felmérések, most már hibahatáron kívül mérik az előnyét, ilyen, ha jól emlékszem, ilyen 4-5%-kal Trump előtt. Ilyenkor szabad hinni a felméréseknek, szóval tényleg arról beszélhetünk, hogy most Kamalának jobb a megítélése, mint Trumpnak, vagy ezek azért nagyon át tudják vágni az embert? Egyszerre mind a kettőt lehet mondani. Tehát egyrészt azért Kamala Harris-t a főáramú média olyan mértékben építette fel az utóbbi 3-4 hétben, amire korábban szinte nincsen példa, tehát egy abszolút szürke politikus, aki a saját párten belül 1%-os támogatottsága rendelkezett, amikor megmérette magát a 2019-es választási ciklusban, úgyhogy a hivatalos előválasztáson el sem indult. Egy olyan elnökjelölt, akinek a kiválasztása abszolút antidemokratikus módon történt, gyakorlatilag, ahogy szokták mondani, a füstös szobában, demokrata potentátok által, és az, hogy ilyen későn idézőjelben léptették vissza Bident, elképzelhető, hogy azért történt, mert ha korábban megtették volna ezt, akkor nem tudott volna Kamala Harris egy rövidebb előválasztási
küzdelmet kikerülni, ahol kiderülhettek volna a gyengeségei, viszont egyszerűen nem volt vetélytársa a sajtó, és hát természetesen azok, akik a jelöltségét támogatták, olyan színbe festették le, és úgy mutatták be, mindenki hát egy nagy kaliberű politikus, akit is sokat lehet várni, újabb üveg plafonokat fog áttörni, ugye ez Hillary Clinton a kedvenc kifejezése. Tehát ez magyarázza többek között azt, hogy ennyire meglódult a népszerűséget, plusz hát valóban feltetlen azok a demokraták álltak mögé, akik eddig meglehetősen szkeptikusak voltak Bidennel szembe, és most lehetőséget látnak arra, hogy megnyerjék az elnökválasztást, és ez nyilvánvalóan megemelte a népszerűségét. De ugyanakkor az adatok azért kicsit csalókák. Tehát hagyományosan a közönkutatók, legalábbis a nyilvános közönkutatóknak a többsége a demokratákat felülméri, a republikánusokat alulméri. 2016-ban 600%-os erőnyt mutatta ki Clintonnál, Trumppal szemben mégis Trump lett az elnök. 2020-ban 7,1%-os erőnyt mutatta ki Bidennek, Trumppal szemben is hát pár tízezer százaton múlt végül is az elnökség. És ezek az adatok az, hogy most 2-3-4%-a ezett a kumulatív, amit láttam, különben 4,4-5, de hát elképzelhető, hogy 3-4 is van. Azért nem sokat mondanak a valódi versenyről, mert egyrészt a valódi képet feltétlenül a belső felmérések mutatják, másodszor pedig az úgynevezett csatatér államok az érdekesek. Igaz, hogy ezekben is jobban szerepel Harris, mint Biden szerepelt, és azokban a csatatér államokban, ahol eddig kényelmes többsége volt mondjuk Trumpnak, ott szűkült az olló, 0-2-0-9 köré, Wisconsinben, Michiganben Harris átvette a vezetést 1-2 százalékponttal. Szóval ezek az adatok tájékoztató jellegű, hogy szokták mondani, de nem lehet teljes mértékben bízni bennük. Tulajdonképpen a klasszikus példa erre, talán nem is az első támok, bár itt is azért, ahogy mondtam, tendenciózusan egyik oldal felé szoktak tévedni a közvélemény-kutatók, hanem a legutóbbi választás Nagy-Britanniába, ahol a közvélemény-kutatók 40% fölé mérték a munkáspártot, 20% alá mérték a konzervatív pártot, és végül pedig 10% különbség voltak a két párt között 33-23 arányba, de ugyanúgy alámérték mondjuk Nagy-Britanniába a konzervatív pártot korábban is, és úgy, hogy például a Brexit esetében is a Brexit elleneseket alámérték, a Brexit mellettieket alámérték a Brexit ellenesekkel szemben. Tehát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a közönkutatóknak egy része hát bizonyos politikai megrendeléseket teljesít, és hát annak megfelelően kicsit jobbra-balra igazítja a számokat. Ezt ugye nagyon könnyen meg lehet tenni, hogy milyen mintát választanak, telefonos, nem telefonos, és így tovább. És még egy utolsó megjegyzés az alámérésnél. Utólag kiderült, hogy sokan, akik Trumpra szavaztak, mondjuk nem árulták el a preferenciájukat a közönkutatóknak, mert úgy gondolták, hogy az mondjuk politika korrektebb, vagy divatosabb, vagy társadalmilag elfogadottabb, hogyha azt mondják, hogy Bidenre szavaznak, vagy most ebben az esetben Harrisre szavaznak, vagy a demokraták és nem a republikánusokra, de hát a szavazófülke az egy kicsit más szokott lenni, mint a közönkutatás. Említett kiábrándult demokratákat, azt láthatjuk, hogy Trumphoz ugye, főleg miután az ifjabb Kennedy
beállt Trump mögé. Azóta azért hallani, hogy egy pár demokrata politikus elkezdett szimpatizálni Trumppal és támogatja őt a választásokon. Mit lehet elmondani, mennyire szokás ez, hogy így a választások előtt egy kicsit, mint hogyha felbojdulna mindkét tábor, és ide-oda ő átmenek az emberek? Mert én például olyat is olvastam, hogy republikánus politikusok mondták azt, hogy Trumppal szebben Kamalára kell szavazni. Igen, a republikánusoknál már évek óta létezik ez az úgynevezett Lincoln Project. Köztudott, hogy mondjuk Mitt Romney vagy Liz Cheney, a híres republikánus politikus dinasztiából, Trump ellenes, vagy Adam Kinzinger, ohiói volt politikus, akik átmentek úgymond a republikánusoktól a demokratákhoz. Ugyakkor viszont visszafele is van bizonyos fajta áramlás. Hát az ön által említett Robert Kennedy, de Tulsi Gabbard, havai politikus volt, demokrata elnökjelölt, de azt is lehet mondani, hogy azért ott is vannak olyan kiábrándultak, akik igaz, hogy nem ártak be mondjuk Trump mögé, de nagyon kritikusak, mondjuk Joe Manchin, a nyugat virginiai szenátor, aki különben nem indul újraválasztásért. Tehát mindig vannak kiábrándultak. Most a demokraták esetében, és a Kennedyre hegyezzük ki az egész kérdést, inkább arról van szó, hogy Kennedy is úgy gondolja, hogy a demokrata párt nem demokratikus. Sokan úgy vélik, és hát én is említettem ezt a példát, hogy hogyan választották ki Kamala Harris-t, nem a legdemokratikusabb módon. Tehát, hogy nem demokratikus, másodszor a párt fölött átvette az uralmat egy olyan társadalmi, politikai, gazdasági média elit, hát keleti part, nyugati part, Hollywood és a washingtoni úgynevezett beltway politikusok, akik egyszerűen eltávolodtak az amerikaiaktól, és egyfajta mély államot alkotnak, hát ez a kifejezés, amit Donald Trump használ, de hát ez a mély állam, ez nem egy új dolog, ahogy mondtam, ez a beltway politikusok mély állam, vagy pedig hát az úgynevezett mocsár, Trump el is beszélt, lecsapolja a mocsarat, és Kennedy is úgy gondolja, hogy ez az elit teljes mértékben uralja a demokrata pártot, és az a egyik közös platform Trump és Kennedy között, hogy ezt az elitet, önmagát, a kinevezett elitet, vagy nem is kinevezett elitet, említett elitet, amelyik ennyire elszakadt az emberektől, le kellene váltani, legalábbis meg kellene gyengíteni. Ami nem új dolog az amerikai történelemben, Jimmy Carter megpróbálkozott ezzel, Ronald Reagan megpróbálkozott ezzel, Bill Clinton és Washington ellen indult, úgymond Obama ugyancsak Washington ellen indult bizonyos mértékben, hogy ezt a szoros szinergiát valamilyen módon felszámolja, de hát láttuk, hogy mindegyiknek beletört a bicskája. Ez egy olyan eredetlen erős lánc, amit szinte lehetetlen elszakítani. Trump most ilyen pillanatban azt ígérte, hogy az általában 7-8 ezer fős cserét a bürokráciába a duplájára emeli, körülbelül 15-20 ezer embert akar ecserélni, de tehát egy több milliós bürokráciáról beszélünk, és hát ez csak a jéghegynél a csúcsa, és köztudott, hogy hagyományosan, legalábbis a tankönyvekben ezt a hatalmi háromszöget úgy írják, hogy a legfelsőbb bíróság, a végrehajtó hatalma, a Fehérház és a tömőzés, a Kapitólium, de inkább a valódi hatalom az úgynevezett vasháromszögnek a kezébe van, érdekcsoportok, a törvényhozás és a bürokrácia, inkább ezek azok a hatalmi tényezők, amelyek nagyobb befolyással rendelkeznek, mint az ott esetben a tankönyvi alapon elképzelt hatalom megosztási séma.
Egyébként Kennedy odáig ment, hogy ő már egységpártról beszél, és ahogy említette, csak ki akartam egészíteni egy kicsit, hogy ő egységpártról beszél, és arról, hogy le kell váltani tényleg ezt a demokrata elitet. De egyébként érdekes, amit ön mond, hogy lényegben megduplázná azok az emberek számát, akit a bürokráciában le kell cserélni. Egyébként ez legalább lehetne valaminek a kezdete? Szóval ez elindulhatna valamilyen pozitív irányba ilyen szempontból? Hát nagyon nehéz, ahogy mondtam, itt egy több milliós bürokrácia arra, ahol van szó. Jó, persze természetesen, hogyha a vezető pozíciókban levő embereket lecsék, és mélyebben mennek mondjuk a miniszter, az államtitkár, helyettes államtitkár, meg akár főszervezetők, tehát hasonló szintig lemennek, de az jelenthet valamit, de az igazság az, hogy a bürokrácia óriási hatalommal rendelkezik, tehát meg tud ölni dolgokat, fel tud gyorsítani dolgokat. Csak egy abszolút egyszerű példát mondok, ami Washingtonban egy mindennapi foglalatosság, az úgynevezett szivárogtatás. Tehát egy 18. szinten álló hivatalnak is nagyon komoly politikai kezdeményezéseket meg tud fúrni, hogyha kiszivárogtatja azt a baráti sajtónak, és hát nyilván annak azok darabokra szedik az előtt, még miért egyáltalán bármi történne vele, vagy olyan információkat ad ki, amelyeket nem lehetne kiadni, akár az FBI-tól, akár máshonnan, hát azért, hogyha most nagyon szigorúan nézzük a dolgokat, a Nixon elleni hát félig meddig hajtóvadászatnál kiderült később, hogy az úgynevezett métorok, tehát ez a tisztviselő, aki nagyon komoly információkat adott ki, és minősített információkat adott ki a két Washington Post újságírónak, az FBI-nak az aligazgatója volt. Tehát ez mindennapos történet, és nem csak ott, hanem bármelyik minisztériumban, elhárításnál, hírszerzésnél, hadseregnél, tehát rengeteg útja módja van annak, hogy a bürokrácia, ha akar, akkor keresztbe tegyen az adott végrehajtó hatalomnak. Utolsó kérdésem egy kicsit vissza jönne a kampányhoz. A magyar médiában már szinte minden, és annak az ellenkezője is látott napvilágot a vitával kapcsolatban. Lesz elnökjelölti vita, és mit tudunk most róla? Hát ilyen például a szeptember 10-i dátum él még, de hát most olyan rettentően fontos dolgokról vitatkoznak, hogy a mikrofonok végig be legyenek-e kapcsolva, vagy nem. A demokraták azt szeretnék, hogy be legyen kapcsolva, a republikánusok azt szeretnék, hogy nem. Tehát ők egy olyan vitát akarnak, mint a Biden-Trump vita. A demokraták meg abba bíznak, hogyha végbe van kapcsolva a mikrofon, akkor Trump eléggé fegyelmezetlen azért sok szempontból. Nem állná meg, hogy közbeszóljon, akár valami sértő dolgot mondjon, amiközben Kamala Harris beszél. Tehát ilyen kérdésekről folyik a vita. Az igazság az, hogy véleményem szerint ebbe a vitába inkább Trump tud veszíteni, és nem Kamala Harris, mert Trump persze már egy nagyon komoly vitát megnyert a demokrata elnökjelölttel szemben, és ő idézőben jobban nem tud szerepelni, csak rosszabbul. Az eddig vitákat látva azért nagyon-nagyon kockázatos őt egy vitára engedni. Elképzelhető, és már némileg fegyelmezette volt, mint korábban, mondjuk 16-ban, viszont hát az igazság az, hogy nagyon impulzív ember, hajlamos elragadtatni magát, és hát ez nem lenni jó ki magát, főleg egy nővel szemben, főleg egy színesbőrű nővel szemben, hát abban a piacban az egész főáramú média szexizmusra és rasszizmusra kezdene beszélni, és senki nem arról beszélne, hogy
mi hangzott-e, vagy mi nem hangzott-e, hanem ezek a percepciók, vagy hát sugallatok lennének inkább azok, amelyek foglalkoztatnák az embereket, és ez ebből a republikánusok és személy szerint Trump nem jönne jól ki. Magyar Ics Tamásnak, az ELTE Emeritus professzorának köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt. Köszönöm, tehát viszontállásra. Kedves hallgatóinak pedig köszönjük a figyelmet, ez volt a Világnézet, a mikrofonnál Szabó Józsefet hallották, viszontállásra.